Szakképzési centrum vezetők, kis, közép és nagyvállalatok vezetői, önkormányzatok és líder vezetők gyűltek össze Nyíregyházán a Vármegyei Paktum iroda csütörtöki eseményén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat több éve futó foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programjának újabb eseménye ezúttal a befektetés ösztönzés témakörével foglalkozott. Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke azt mondta, a Paktum eddigi munkája számos területen pozitív volt, a cél most az, hogy a befektetési lehetőségekről is tiszta képet kapjanak a gazdasági szereplők. Vannak olyan tevékenységeink is, például a befektetés ösztönzés, ami nem közvetlenül munkahely támogatást vagy munkahely teremtést ösztönöz, vagy megtartást ösztönöz, hanem jövőbeni befektetéseket, jövőbeni munkahelyek reményét vetíti előre, és ebben a tevékenységben egy fontos workshopot tartunk ma, amely körbejárja ezt a témát. Elkészült, illetve készülőben van egy regiszter, amely azokat a befektetési lehetőségeket sorolja fel, amelyek a Vármegyében rendelkezésre állnak, ipari területeket, ipari fejlesztési területeket vázolva fel, viszont ezeket az eredményekre a Paktum Plus programba továbbiakban is építenünk kell, részletesebb kidolgozását adva az infrastruktúrális feltételeknek, milyen infrastruktúrál rendelkezés, elektromos hálózat, víz, szennyvíz, csatorna, gázhálózat ezeken a területeken, hogy még komplexebb befektetési kézikönyvet, lehetőséget ajánljuk a befektetőknek. Sesták Oszkár hozzátette, különösen nagy kihívást jelent, hogy kettősség jellemzi a régió munkaerőpiaci helyzetét. Sok esetben munkaerő hiány jelentkezik, ez napjainkban az utóbbi egy-két évben főképpen elmondható. Egyre inkább jelennek meg a munkaerőpiacon vendégmunkások, olyanok, akik két éves szerződéssel érkeznek Magyarországra, illetve a Vármegyénkbe, hiszen olyan munkaerő hiány van bizonyos ágazatokban, amelyet már nem lehet hazai munkaerővel betölteni. Ez újabb kihívás jelent a megye munkaerőpiacára a következő években, hogy tudjuk megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy a foglalkoztatásban részt venni kívánó, vagy arra képes megyei lakosokat ugyan tudjuk megtartani a munkaerőpiacon, és korlátozni az esetlegesen külföldről érkező munkavállalók számát. Az előadók a vármegyei befektetés ösztönzés legfontosabb eszközeit és lehetőségeit mutatták be, emellett pedig azokról a tapasztalatokról is szó esett, amelyet a már szintén futó Paktum Plus-ban tudnak hasznosítani a jövőben.